Laci, Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket. Az egyik kedvenc helyszínen vagyunk, a Randás és Damu Laci enged közel a tűzhöz a mai napon. Megpróbálom a kedvenc pizzámat elkészíteni, feltétezésig, illetve átsütésig bezárólag. Nagyon jó lesz az egész. Úgyhogy András fogja segíteni az első köröket. Ha ismeritek a posztjaimat, meg a dolgaimat, akkor azt tudjátok, hogy ami hozzám közel áll, az a Maradona pizza. Igazából Lacinak és ennek a pizzának köszönhetem, hogy ezen a pályán így hobbi szinten elindultam. Úgyhogy megengedik itt a srácok, hogy ezt a lehetőséget, hogy megcsináljam a feltétezést, illetve a sütés saját magam. Úgyhogy kihasználom a lehetőséget. Ezt próbálom veletek megosztani. Úgyhogy hajrá! Megálltunk egy kicsit melegedni ebbe a olyan hidegben az nyári kánikulába. Tehát ő lesz a kemence, egy nagyon szép dalag, legalábbis nekem nagyon tetszik. Gondoltam először, miatt nekiállunk itt a tésztás dolgoknak. Kérdezek pár gondolatot Andrástól. Mesélj egy kicsit erről a kemencéről, ez a dolgoztok ugye nap, mint nap. Milyen hőfokok vannak, illetve hát van benne egy forgó alapzat, ami önmagában már egy talaj. Azt elmondanám, hogy ez a fordult alapzat, amit láttak, ez alapban legalább 2 tonna. A kemencét egy kisebb munkagéppel hozták be, legalább 9 tonna az egész. Az egész teljesen digitális, tehát különbözik a fotózástól, ha elmegy az áram az étteremben. Itt minden lehet, mert teljesen digitálisak vagyunk. Ezzel szabályozzátok, hogy legyen tűz, vagy ne legyen tűz. Ugye ezután szabályozni tudjátok külön a hőfokot, alul, illetve a alul és felül is. Ezen kívül meg is tudjuk állítani a kemencét, ha szeretnénk, mint igazi fotózásra sütnénk. Ezen kívül tudjuk szabályozni még a sebességeket. Általában 385 fokon sütünk, ha tésztánk elérte 19-21 fokot. De ha nagyon szépet szeretnénk sütni, kell októban 450 fokon is akár felmegyünk fokon. Nézzétek, ki van itt, nagy barátom Laci. Neki nagyon sokat köszönhetek. Annak idején vele kezdődött az a pizzakalandom, még Keszthelyen. Ugye a neves pizza a Maradona pizza. Laci azóta is komolyan. Igen, Fanya vagyok, úgy mint a talált az amoradi Napoliból. Igen, Fanya vagyok teljes mértékben, és örülök, hogy akkor megismertelek. És azt kell mondanom, hogy a követ a munkáért, és büszkén akár a terjedtél. Azt kell mondanom, hogy kevés embert láttam, hogy nápolyi pizza kemencéből is kiadni olyan munkát, amit te tudtál kiadni. Megpróbáltuk akkor a Maradona pizzával. Úgyhogy Laci fog nekem majd ebbe segíteni. Először is ki kéne menni a bucit, ebben nem vagyok túlságosan gyakorlat, de meglátjuk. Tóthol lennél. Lát, körbe. Szerencse az az, hogy a spatulához képest kisebb a buci, vagy hát jó nagy a spatula, és akkor jó tudja vágni. Akkor gondolom most erről a feléről kéne menni, igen. Van itt már liszt is. Jó, vehet a szemolávodat. Valószínűleg. És akkor először szélét, igaz? Igen, és kicsit feltervezzük. Egy kanottos szokta attól nyújtani. Így van, próbálunk a nem kanottos tésztából kanottosat csinálni egy kicsit. De közben a gondolni nagyon szívesen beszállok neked. Csinálok. Teljes mértében néz. Hát ha visszottam, kirakom. Így van. Hangos lesz a gömbölyítés. Körre húzom. Ha igen, egy peremet akarok, akkor ugyebár az a lényege, itt nyúlok be. Innen csavarom meg. Uh-huh. Innen csavarom meg, nézd. Uh-huh. Így, lerakom. És kész. Tiéd, az jobban felfog. De akkor csináljunk kettőt, jó? Jó. Simultánius, és akkor a jó, és nézd. Parádi mesternek is meg lesz. Pont jó vagy így. Jó, állj meg, légy szíves, nézzem be, jó, hol is megtenem, megint, és megint itt körül megyünk. Jó, mert, igen, akkor kezdve elültem.
Mi a szíved el? Szívedből jön, hogy fújj kezdve nyújtani. Nem rossz, nézd! Nem rossz, amit csinálsz, nézd el, én szíved! Általában feladatot nem mindig kell így jutni. Mivel sok filó te is megnéztél Vincenzótól, mit kell nézni bárkitől. Mindig más. Lehet így is utána kanottkod, de akkor viszont a széle általában elszokott menni. De kicsit klasszikusan meghúzom, kicsit rátágítok, nézd, rá van tágy. Tágyíts rá, nyugodtan te is magad a fáján, ha jobban csúszom, tágyíts rá. Így meg vagy, ugye? Állj meg, légy szíves, nézd ide. Így. És így próbálok így belenyúlni. Megvan, így elhúzom, legyen a felesleges liszt. Sziasztok, ciao! Így látom meg. Próbáld és ugyanezt. És így van a tészte. Ide nyúlsz. Bekísértem. Mindjárt már csak kézzel játszom. Aha. Látod? Oké. Okay. És így játszom kézzel. Hát igen, ez az, amit gyakorolni kell. Hát ugye sok gyakorlás. Heti 2-3-4-5-6-10 zárva nem tudom. Vagy a második az 63 genus a tészta. Mivel az általában klasszikus támfélyeket, akkor 58-60 százalékos hidróval dolgoznak, ugye a tészta sokkal jobban rugalmasabb. Ugyebár a kanottul azért sokkal magasabb a rotáció, mint egy klasszikus apandítás is nem. Arra kérem téged, mert volt, hogy használjad a fiatalatívot, helyett a pizzát, egy Bianco alapot. Bianco alapot. Igen, Bianco. Ha megszoktál, így a Bianco alaphoz? A végén. Igen. Szélem is néha mindenhol. Nyilván akkor jöhet fel a fotó mindenféle. Meg elfecsül egy kis sonyatot, ott a legfelül lesz, parancsolj. Ott hozzá nyugodtan, egyél el sonkát, itt hozom a kezel. És a szoktokat csak egy tépkedik rá. Tépkedik a széleken, középen mindenhol éri a pizzát. Megfelelő, igen, parancsolj képen a tancsapját. Hozzába szoktak, hogy legyen? Á, nem, csak simán rárakom. Hosszába? A hosszába végére szállítom. A végére az ütletet, és akkor teszünk legyen a vasalikomat. Mivel? Ilyen Bianco, kicsit sajtot még, olívaolajra, körbe jó. Ez így megvan. Mert erre is a fog tartod, ugye? Az hagyja, az így jó lesz, az ide most minden beleültet nekem. Szóval szeretném azt kérni, alámentem, ugye alámentem, és akkor ezt csinálj nekem egy húzásra. Ebben van valamit, hogy ilyen... Én általában, mivel sok fajt is tudom, hogy nápiban, lehet így. Ha így, kicsit meghúzod, de a perem azért maradjon. Okay. Így megvan, és légy szíves, akkor helyezd be a kemencébe, és nézzük abba. Na, mit tudom? De várjál, most kicseszek veled. A kemencének kihasználom lángereit. Valamit, jöhetsz. Csak lassan nyugodtan engedj rázol, kifőjóval. Tökéletesen. És megindult. Túléltem, és... Ez kiváló! Nem lett tojás. Igen. Király volt. Itt felhetszik teljesen. Itt megfőrtőjük. Az igen. 500 fok. Talán kicsikét több lesz. Én meg is tapsolta. Most kicsikét több lesz bent. Kíván, oda kell kijön az aljára is. De ők már felsütött. A lány elég fogom kihasználni. Az igen. Szerintem az odoncokat akarja Laci felhűzni ezzel a technikával. Jó gondolom? Hát, minimálisan, igen, minimálisan. Durmán 30 másodperc volt a pizza.
rásülj, nincs fele gond, elég jó maxon. Közepére helyezni lécses rukkolát, van a kérdésben. Mi mehet több, jó lécséges rukkolát? Itt jön. Minden négy sarkába fogja részt, és ők kapták. Fogom fogom éreztek ezt. Jó, megvagyunk. Nem, nem frótikám, mi? Hát a lényeg, ebből mennyit szoktál? Kézzétek persze lővel. Oké. Okay. De azt látom, hogy az ezért szoktam, a ripot szoktam tenni. Tökéletes. Pedig itt a dió. Így van. Ez pedig a mágikus szarvas gomba. Igen. Figyelj bár, hogy nem lehet kihagyni, az olívaolaj parancsolja melletted van. Egy parádi féle hatos. Yes. Ezzel a pizzával jöttünk, barát. Sziasztok, szép napot mindenkinek, ciao. Jön a kóstolás, meglátjuk, mit sikerült összehozni. Nézzük meg alulról. Szerintem tökéletes. Nagyon szép, igen. És akkor ezt Józsinak átpattintom. Remélem kézre esztek, mint a nápolya. Ez megunhatatlan. Egészségetek! Egészségetek, uraim! Köszönöm, hogy itt voltatok!